Az önkormányzat támogatásának is köszönhetően a mai napon megnyitott a kapuit az Óvoda Múzeum. Polgármester úr, mit tudná elmondani erről a kiállításról, magáról az Óvoda Múzeumról? Hát egy nagyon remek kezdeményezés, ugye hallhattuk, hogy már 2011-ben indult, csak az eredeti helyét kinőtte, és az elmúlt évben kerestek meg az óvodapedagógusok, hogy tudnánk-e itt esetleg az oktatási centrumban egy helyet találni, ami nagyobb és jobban elférnek a tárgyak. Én azt mondtam, hogy nézzük meg, természetesen segítünk, hogyha tudunk. Ez így is lett, az intézményellátó Kft., aki kezeli az ingatlant, az megmutatta nekik ezt a helységet, ami rögtön megtetszett, és aztán így történt meg az átköltözés, és a mai nap pedig egy rendkívüli esemény, hiszen ünnepélyes keretek között is megnyitott az Óvoda Múzeum. Nagyon szép kezdeményezés, hiszen minden embernek, aki járt óvodában, annak szép emlékei fűződnek ehhez a korszakához, az életének ezen részéhez, hiszen akkor még nem kellett önkeményen tanulni, mint majd az iskolában. Gondtalan napokat töltöttünk, igaz, hogy neveltek bennünket, verseket tanultunk, énekeket, dalokat tanultunk, de ezek mind játékos formában történtek, és hát én is nagyon szívesen emlékszem vissza erre az időszakra. Már amennyi emlékem megmaradt, és hát azt is nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy amit el is mondtam itt a köszöntőmben, hogy nagyon-nagyon rendkívüli emberekkel voltunk körülvéve, az odapedagógusok és a dajkák tekintetében egyaránt, tehát rájuk is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel emlékezem, és hát sajnos, hogy az élet törvény alapján már sokan nincsenek közöttünk, de hát mindannyiunk szívében tovább élnek, hiszen számtalan gyermek került ki a kezeik közül, és tényleg csak a szépre emlékszik az ember ilyenkor, hogy rendkívül szeretettel és gondoskodással bántak velünk. Úgyhogy ez a kiállítás tulajdonképpen nekik is emléket állít, és hát az óvodás éveknek is emléket állít, itt lehet látni régi játékokat. Meglepő lehet, és érdekes a mai gyermekek számára, hogy néhány évtizeddel ezelőtt még milyen játékok voltak, korán sem olyanok, mint manapság. És hát egy ilyen visszatekintés azért mindenképpen hasznos lehet. Nagyon fontos az, hogy ismerje meg minden felnövekvő ember azt, hogy mik a gyökerei, és ez is a gyökereink részét alkotják. Nagyon fontos az, hogy a múltunk maradjon meg, azt ismerje meg a felnövekvő nemzedék, és ez alapján majd, hogyha itt meglátják, hogy milyen játékok voltak, csak egy példa, akkor talán még jobban értékelik azt, hogy nekik most milyen lehetőségeik vannak, és milyen körülmények között telhettek a gyermek éveik, vagy telhettek, akik mondjuk utána 20-30 évvel később voltak óvodások. Tehát mindenképpen egy pozitív dolog, és hát nem utolsó sorban a turisztikai kínálatunknak az egyik eleme is lehet. Úgyhogy mindenképpen értékes kezdeményezés, gratulálok, és minden elismerésem a szervezőké, és mindazoké, akik segítették azt, hogy itt létrejön a Városi Oktatási Centrumban ez a rendkívüli dolog. És polgármester úrnak személyes kötődése is van a tárlathoz. Igen, hát az egyik éppen rögtön felfedeztem saját magamat, hogy az én csoport képem is ott van, úgyhogy erre külön büszke vagyok. Otthon is megvan egyébként ez a fotó. Időnként előveszem és nézegetem ezeket a régi dolgokat. Hát sajnos nem most volt már, mondjuk úgy 50 évvel ezelőtt, de szívesen emlékszem. És nagyon sokan közülünk, akik azon a képen vagyunk, most is itt élnek Mezőtúron, úgyhogy találkozunk, sőt valakivel munkakapcsolatban is vagyok. Úgyhogy régen láttam már a fotót, de hát rendkívüli élmény természetesen ilyenkor megnézni ezeket. A mai napon megnyitott a kapuit az Óvoda Múzeum, itt a volt főiskola épületében. Képviselő asszony, mit tudna hozzáfűzni ehhez a megnyitóhoz? Hihetetlen értéket hoztak össze annak idején a kollégáink, még akkor, amikor a gyermekkert óvodával létrehozták ezt a múzeumot.
és ez azóta is fejlődik szépen. És valóban így van, hogy mi annak idején óvónéniként is elvittük a gyermekeinket, és megmutattuk nekik, hogy milyen szép, és nagyon élvezték. Az, hogy átkerült ide a főiskola épületébe, kinyílt a tér, még talán jobban lehet majd használni. Ha csak arra gondolunk, hogy nem soká itt lesz az őszelője, rengeteg gyermek itt lesz, és megnézhetik ezt a kiállítást, már ez is egy hatalmas hozadéka lesz. Az, hogy az elkövetkezendőben a határon túliak is megismerhetik ezt a nagyon értékes gyöngydepényt. A másik pedig a megnyitó kapcsán nekem már gondolkodtam továbbra, és előre is egy kicsit, és az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha tudnánk tartani majd a tavasz folyamán egy óvónői találkozót. Annak idején, amikor ez megtörtént, jó pár alkalommal, egy hihetetlen nagy összefogás volt az óvónénik között arra, hogy ez a rendezvény létrejöhessen, és hogy sikeres legyen. És én most már ugye megkaptam az intézményvezetői feladatokat, és arra gondoltam, hogy nekünk kötelességünk az, hogy kezdeményezzük ezt, és az elkövetkezendőben mindent megtegyünk azért, hogy a nyár folyamán, vagy pedig a tavasz folyamán ez megtörténhessen. Azok a kollégáink, akik már nyugdíjba vonultak is, hihetetlen energiával rendelkeznek, és ezt ki kell használni. És azt is, hogy tudjanak tapasztalatokat gyűjteni, és meglegyen az a fajta összefogás, ami igenis jellemző a pedagógusokra, és az óvónénikre pedig kimondottan. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a kollégáim biztos, hogy fognak segíteni benne, és ez egy hatalmas feladat, de én úgy gondolom, hogy ha ez megtörténik, akkor mindenkinek az örömére fog szolgálni. A volt főiskola épületében a mai napon megnyílt az Óvoda Múzeum. Erről a kezdeményezésről mit tudna elmondani a tévénézőknek? 2011-ben az akkori Kinyán óvoda, jelenleg Gyermekkert óvoda, az 50. évfordulóját ünnepelte, és ennek keretén belül barátkoztunk meg a gondolattal, hogy milyen jó lenne egy óvoda múzeumot nyitni, mivel hogy voltak anyagaink, tárgyi gyűjteményünk, sőt, írásos dokumentumok is a város óvodáiról. Hát ez a kezdeményezés tett követte, és összeültünk, összedugtuk a fejünket, a Kinyán óvoda testülete, és az írásos dokumentumoktól kezdve a tárgyi emlékektől létrehoztuk ezt a Ovi Múzeumot, ami működött is, ősszel és tavasszal gyerekek csoportját, iskolás és óvodás gyerekeket vártunk. Egy interaktív foglalkozás volt, ahol játszottunk, mese volt, kukoricamorzsolásról és egyéb ilyen izgalmas kis tevékenységeket végeztünk. Célunk az volt, hogy azokat a tárgyakat, amik ott voltak kiállítva, azokat megismerjék közelebbről, hogyan lehetett használni, mire való volt. És igen, csak ez az óvoda a várostól egész elég messze volt, és a távolságot akartuk lerövidíteni, úgymond, mert egyre ritkább volt a látogatottság, és kerestük meg a polgármester urat, hogy hogyan tudna segíteni, hogy a város szívében helyezzük el. Nagyon készséges volt, és itt az oktatás centrumban, 21-es teremben lett ez. Ugyanúgy összedugtuk a fejünket, és Pusztai Zsolt múzeumigazgatót is segítségül kértük, és az is maximálisan segített, hogy berendezze, hogy meglegyen az arculata. Milyen tárgyakkal találkozhatnak itt a gyerekek? Az nagyon érdekes, főképp a gyerekek szemében, ugyanis ők nem ismerik ezeket a tárgyakat, legtöbbjét. Korabeli tárgyak ezek, még a 40-es, 60-as évek, van 100 éves tárgy is, és nagyon érdekes volt, mert a régmúlta találkozik ugye a jelennel, és látták a vasalót, és azt mondták, hogy a súlyzó, vagy látván a lavrót, és ugye a nagy házi szappant, zsebembe rejtettem egy illatos szappant, és fúj a házi szappant. Tehát mondtam, hogy a fürdési lehetőség régen ez volt, meg a poroló, hogy vajon az mi lehet, hát az tollasütő, bizony nem tollasütő, hanem poroló volt, és összevetettük ugye a mai porszívóval, hogy erre a célra szolgált az is, és ez is.